Több forduló előzte meg idén is a kerékpáros közlekedés biztonsági versenyt, vagyis a Bicajri Csaj döntőjét. A kressztudás mellett a fiatalok kreativitására is szükség volt. Az első forduló egy projektfeladat, ahol egy rövid videót, lehetőleg TikTok videót kellett készíteni, de egy YouTube videó vagy bármilyen más videó is jó volt, meg közlekedésbiztonsági szakterületet kellett, hogy bemutasson, valamiféle közlekedésbiztonsági üzenete kellett lenni ennek a videónak. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, itt még nagyon sok versenyző volt, majd a második fordulóban egy kereszttesztet kellett online kitölteni, hát itt már többen véreztek el, majd a legjobb 10 csapat kerülhetett be a döntőbe is vehet részt itt ezen élőben is ezen a versenyen. A betegségek miatt azonban csak 9 csapat tudott részt venni a döntőn. A Kiskun félegyházi diákok rendszeresen kvalifikálják magukat a döntőbe, idén sem volt ez másképp. Ők a tanórákat is felhasználták arra, hogy saját pályát építsenek és ott gyakoroljanak. A felkészültség látható is volt. Nem volt sok hibám, hát igazából csak mentem rajta, és nehéz volt, hogy egyensúly, meg ilyenek. Egyszer letettem a lábamat, és igazából annyi volt, ez sem. Egyensúly az egész. Nem mindenkinek ment jól, de a kétnapos döntő célja elsősorban az volt, hogy jól érezzék magukat a fiatalok, hiszen akik idáig eljutnak, már komoly tudással rendelkeznek. Akik ide bekerültek, azok tisztában vannak a szabályokkal. Azt kell, hogy mondjam, sokkal jobban, mint sok olyan ember, aki gépjárművet vezet. Tehát ezektől a gyerekektől, legalábbis a nagy részüktől tanulni lehet. Van azért közöttük most olyan versenyző is, aki egy vagy kettő hete jutott ki nemzetközi közlekedésbiztonsági versenyre. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek felkészülés terén sokkal jobban előre tartanak, mint egy átlag autós. Tehát nem tudok olyat mondani, amiből ők ne lennének otthon. Nekünk kell megtalálni és tapogatni azokat a pontokat, amikből mi versenyt tudunk csinálni, és meg tudjuk határozni a helyezéseket. Nem véletlen, hogy van olyan feladat is, ami nem véresen komoly, tehát valamilyen úton, módon majd dönteni kell, például a vízibiciklis versenyfeladat. Nyilván arról szól, hogy ha nagyon ügyes valaki mindenféle kressz kérdésben, akkor is egy helyezést tudjunk meghatározni, meg ami a még fontosabb ettől, hogy jól érezzék magukat. A kétnapos verseny végén az Abonyi Veszélyes Elemek csapata nyerte meg a 11. Bicajri Csaj döntőjét.